Köszöntök mindenkit, sziasztok, GameZone05 ismét a mikrofonnál. Sajnos megint nem gameplay-jel jelentkezem, elnézést kérek tőletek. Hogyha lesz is gameplay még ezen a héten, akkor csak FIFA gameplay, ugye kértetek tőlem 5 meccset, hogy játsszak le. Úgyhogy azokat a videókat fogom majd föltölteni, úgy néz ki, hogy holnap. Tehát vasárnap reggelre, illetve hétfő reggel lesznek ezek feltöltve, attól függ, mennyire lesz időm. Úgyhogy hát ez a második rész. Igazából tegnap kidolgoztam egy tervet, amit igazából nem nagyon gondoltam át, meg ugye ma találkoztam Ray-jel, innen üdvözöllek, Ray, köszi mindent. Ellátott megint hasznos tanácsokkal, ahogy mindig is szokott. És azért ez a terv egy kicsit változni fog. Az biztos, hogy jövő héten a tápcsere, az biztos, hogy meg lesz ejtve. És kb. Egy hónap múlva, hát igen, egy jó bő hónap, és meg lesz az 500 gigás Winchester, amire majd megy a rendszer, meg a játékok, és akkor külön az egyterásra mennek a gameplayek, úgy, hogy a GTA se akadjon. Tehát nyárra ezt tervezem, illetve azt mondta, hogy ez a 6 magos AMD annyira nem rossz, nézett teszteket. Jó, igaz, Intelben van az erő, tény. De úgy vagyok, hogy ha lesz sok pénzem majd októberben, akkor alaplappal együtt CPU-t is cserélek. Ha nem lesz annyi lóvém, akkor meg egész egyszerűen veszek egy jó lapot, egy ASRock 970-eset ugye, veszek bele 8 giga RAM-ot, és akkor CPU marad, és később, hogyha lesz pénzem, veszek rá egy jó kis hűtőt, aztán hát nem tudom, meddig lehet húzni ezt a procit, de szerintem olyan 3-5-ig, hogyha föl tudnám húzni, az úgy frankó lenne. Ja, és ja igen! Jó, hogy eszembe jutott, tegnap hülyeséget beszéltem, mert néztem a 970-es lapot, de az nem Intel foglalatú, én hülye meg ott nézegetem, az közben AMD-s. De mindegy, ezt is Réhun mondta, látjátok, én észre se veszem, tehát GameZone 05 ne hallgassatok, de már mondok azért hülyeséget. Úgyhogy, hát ennyiben módosul ez a terv. Igen, mondjuk ez a nyár, ez egy új tápot, meg egy új vinyót fog hozni. Aztán meglátjuk, hogy az ősz hogy alakul. Addig meg csak kibírom ezzel a 4 giga RAM-mal, ami úgy gondolom, hogy még épp hogy elég. Épp hogy elég ez a 4 giga RAM. GTA 5 még, ez még messze van, mire PC, nagy mákunk lesz, hogyha még idén megjelenik, de nem sok reményt látok, hogy idén meg fog jelenni. Szerintem 2014 március lesz a PC megjelenés időpontja. Szerintem annyit szerintem várni kell rá. Meg hát ugye rengetegen megveszik a konzolt a játék miatt. Én nem fogok konzolt venni. Egyrészt ahhoz kéne egy jó tévé is, ami nekem nincsen. Másrészt meg drága, tehát akkor inkább fejlesztek a gépen, aztán jó lesz ez a GTA 5-nek. Úgyis. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Ray-nek még egyszer köszönöm. És hamarosan jelentkezem a meccsekkel. Elképzelhető, hogy ma 2-t felveszek. És a többi 3-at meg hát nem is tudom. Lehet, hogy mondjuk hónap reggel lejátszok még egyet. Mindegy, ahogy tudom, fölrakom őket. Igazából nem tudom, hogy melyik őtök kérte elsőnek a meccseket. Most így össze-vissza felírtam, úgyhogy ebben a sorrendben fogom lejátszani. Tehát Tottenham, Liverpool, Juventus, Chelsea, Chelsea, Benfica, és akkor Inter, Real, Barca, Real pedig a végére marad. Hát én megköszönném a figyelmet, köszönöm, hogy velem vagytok. Egyre több feliratkozó, hihetetlenek vagytok tényleg. Nagyon jól esik ez GameZone 05-nek, hogy tényleg így követtek és bíztattok, és velem vagytok. Úgyhogy folytatom tovább nagy iramban a videózást. Jó szórakozást kívánok.
kellemes hétvégét nektek, még hogyha ilyen borús is az idő. Jók legyetek, és hajrá Bayern München! Sziasztok!